Na, sziasztok! Hát itt vagyunk a szolnoki videóban. És mindjárt mutatom a Tiszát. Várjátok, tessék, köszönhetitek a Tiszát. Ugye arra. Ott a Tisza virághíd, ha jól tudom, az a Tisza virághíd. Hát nem, az az biztos. Szóval, ja. Rettentő valószínű, remélem láttátok a Tiszát. Nem láttátok a kukukra a videó. Egyébként most itt vagyok a rózsakertnél, ahol egyébként nem csak rózsa, hanem másféle virág is. Nem felteszem a nőt, csak több. Jó, ezt inkább kihagyom. Na jó, figyú. Egyébként szép innen is a Tisza, igazából hát olyasmi, mint nem olyasmi. Mit beszélek? Úristen. Na ja, szóval szép a Tisza, szép a rózsakert, nagyon szép itt a borostyán, szépek a fák, szép a Tisza virághíd. Már is nagy része szép, kivéve az ott az a... Ez a nézben, hanem egy jobb? Mindegy. Pillanat. Oké, folytatjuk. Szóval szép, jó, minden jó. És képzeljétek, hogy amit meg sehol nem tapasztaltam, van ingyenes wifi egész városba. És ez egyikben néhány padra is fel van írva. Free Wifi Digi néven fut az internet hálózat. Most itt nincs éppen olyan pad, itt egy pad egyébként. És erre nincs ez ráírva, mert bizonyos padokra rá van írva, eddig kettő padon lett, ha jól emlékszem. Szóval kettő padon láttam. És a ideút az egyik nagyon kicentizett volt, mert hogy egyébként ezt tapasztalatból mondom, most hát igazából most értek, mert most a legegyszerűbb jönni, hogyha nem akartuk gyorsan a tipóti egyel vagy helyi egyel jönni, mert és a legegyszerűbb ugye a 57-es vonalok, vagy vonatok miatt, vonatok miatt. Hát aztán mondjuk én úgy jöttem, Jézusom, itt egy madár lehúlva, hogy az 57-tel Cegléd-től meg a lassú, és egyébként jó hír, egyébként a lassú az Nyíregyháziról beszélek, Cegléd Nyíregyháza, ugyanígy vissza, ami 2 óránként jár, de ezt most egy pillanatnyi információnak mondom, közte megy egy sebes vonat, ami általában a gazmában gyártotta szili mozdonyok húzzák, és általában a piros csíkos, vagy éppen az általában 1970-ben a dunakeszi járműjavító által gyártott vezérlők, amik ugye a piros csíkoshoz tartoznak, azok, vagy ugye a mozdonyok, amikről már beszéltem. Na és akkor, hogy az új volt, nagyon... hát szóval, hogy ez a sebes vonat, ez olyan, hogy Kőbánya Kispest, ugye most ez a pontos információ a nyugati lezárásával, mert én szerintem a nyugatiból indulnak, vagy... Aha, a nyugatiból. Szóval, hogy a nyugatiból indulna egyébként, és menne Nyíregyházáig, egyébként most is Nyíregyházáig megy, csak nem a nyugatiból indul, hanem Kőbánya Kispestről. És... Kőbánya, vagyis nem, Cegléttől Nyíregyházáig, talán nem tudom, az annyi, hogy Cegléttől Szolnokig biztosan felármentes, mert egyébként arra ugye kellene egy gyorsvonati póti egy. Szóval, hogyha lekésítek a lassút, akkor nem, csak 2 óra múlva tudtok tovább jönni, hogyha nem voltok hajlandók lemondani az útról, hanem 1 óra múlva, és azért az is idő, tudom, de azért mégiscsak fel annyi idő. És ez jó. És szóval, hogy ez nagyon kicentizett volt egyébként a ideút, mert hogy ugye jöttem a Z57-tel Ceglédig, késnő egy 4 órát, előttünk camogott a Váci lassú, 20 percet késett monorig, és akkor, hogy szaladtunk át a Nyíregyházi lassúhoz, mert bevált, hála Istennek. Szóval ezt így
így készüljetek, hogy az ilyen nagy cipőbe, nem olyan cipőbe gyertek, amivel ilyen, de jó, sütörön, ilyen lassan sétálni, mert ez nem a lassú séta, sajnos nem jó, mert akkor figyú, lekéstek a vonatot, és az kicsit baj. Szóval, lehet futni, ilyen kényelmes cipőbe mondjuk, most csak úgy jó tanácsnak mondtam. Aztán egyébként szép a város, mert egyébként ez a város a lényeg, de most így ebbe a videóba betettem egy kis ilyen magánbeszámolót, hogy mire kell készülni. És nagyon szép a város. Egyébként meg így itt, ha erre jártok ide a Rózsakertbe, mindenképpen gyertek el meg a Tisza partra, menjetek át a Tisza virághídon, már nagyon jó. És akkor, ja. És akkor majd találkozunk valamikor a következő videóba. És addig sziasztok!